Szengornak a nevét azért ismernünk kell, egy afrikanistának ismerni kell. Ezek a francia beütésítő frankofon könyvek, most már a harmadik, ez majdnem mindig úgy jön létre, ugye, hogy Kun Tibor, aki nem csak fordító, hanem egy kiváló irodalomtörténész, ő vetette föl, hogy ő neki egy régi szerelme ez a könyv, és hát természetesen én nagy örömmel fogadtam az ötletet, és pályáztunk, kaptunk egy kis pénzt rá, meg tudtuk csinálni. Neki láttam, és itt megpróbáltam földeríteni mindent, ami Szengorról, Magyarországon napvilágot látott. Biztos, hogy nem teljes, mert ugye a szétszórt anyagokat nagyon nehéz egybe kalapálni, de azért sok minden összejött, és derült ki az, hogy főleg Szengor költészetét elég gazdagon lefordították magyarra. Sajnos a 80-as évek végén ez teljesen, hogy mondjam, elzárult ez a csatorna, és azóta nagyon kevés dolog látott napvilágot Szengortól, hát ez az első kísérlet. Egy nagyon kedves, nagyon aranyos, megértő, türelmes ember, olyan, amilyennek megismertem az írásaiból. Egyáltalán az, hogy a szenegáli elnök a frankofóniának az első embere, világhírű költő, világhírű politikus, Kun Tiborral, aki én akkor voltam, hát nem mondjam, hány éves még, méltóztatott nekem írni. Tehát én nekem ez életemnek egyik nagy élménye volt.